Már a nyitó negyed óra végén megszületett az első gól a BFC Siófok-Soroksár mérkőzésen. A 26. forduló balatonparti összecsapásán a vendégek kerültek előnybe, miután Hudák labdáját Hajdu lekészítette Lovrencsics Balázsnak. A soroksári támadó megtolta azt, majd 16 méterről a hazai kapuba lőtt. A 31. percben közel járt az egyenlítéshez a hazai csapat, egy remek kiugratást követően Keresi lőtt, ám Kovács Marcell védett, majd a kipattanót is sikerült összeszednie Horváth Péter elől. Két perc múlva már ünnepelhetett a BFC Siófok. Polényi jobboldali beadását, a berobbanó Farkas le is vehette, majd 5 méterről a bal sarokba lőtte a labdát. Újabb két perc múlva már emberelőnyben futballozhattak a hazaiak. A 35. percben Hudák tarolta le Polényit, a játékvezető egyből a piros lapot mutatta fel a soroksári középpályásnak. Az első játékrész még tartogatott egy komoly fordulatot, a soroksár ugyanis ember hátrányban is visszavette a vezetést. A 41. percben Vince remek kiugatással hozta helyzetbe Halmai Ádámot, aki a kifutó Hutwagner Gergely mellett 11 méterről a hálóba vágta a vendégek második találatát. Térfélcsere után az ember előnyben lévő BFC Siófok fölényben futballozott. Azonban az 54. percben Horváth Péter saját egészségének kockáztatása ellenére is mellé fejelt, majd egy jobboldali szabadrúgást követően debreceni fejesét Lovrencsics mentette a gólvonalról. A 67. percben Kovács Marcellnek kellett nagyot védenie, miután Varga alapvonalról visszatett labdáját hegedűs lőtte rá 7 méterről. A 76. percben ismét Kovács hárított, ezúttal egy szöglet utáni fejest, ám a 84. percben már ő is tehetetlennek bizonyult. Egy jobb oldalról belőtt labda Farkasról került oda Varjas elé, aki nem hibázott, 8 méterről a hosszú sarokba bombázott. A 93. percben Walter Patrik fejese lehetett volna a hazai meccslabda, ez azonban kimaradt, a BFC Siófok Soroksár mérkőzési 2-2-es döntetlennel zárult.